Milli, neked olyan jól megy ez a hokedli lépés, segíts, léci. Nekem mindig összeakadnak a lábaim. Nagyon egyszerű. Az a lényeg, hogy amikor a lábad mögé rakod a másikat, rálépsz erre a lábadra a teljes testsúlyoddal. Jó, értem. Tehát ezzel hátra és rálépek. Igen, csak egy kicsit gyorsabban hokedlizz. Gyere, csináljuk együtt. Tényleg nem is olyan nehéz. Köszi, Milli. Szívesen. Na, jöhet egy másik lépés? Na, Muti. Tehát az első, hokedli, forog és zár. Próbálj ki. Oké. Okay. Ügyes vagy. Valaki segítene? Nem érem el! Léci, hozzátok ide a hokedlit! Viszem is! Köszi, anya! Dóri, gyere, légy szíves, segíts egy kicsit! Majd én fogom az alját. Köszi! Meg is van! Még jó, hogy hívtál, hogy segítsünk. Milli, ha máskor is ilyenre készülsz, szólj, oké? Mert tudod, ilyet egyedül nem lehet. Rendben, anya. Ez meg mire kell? Mutatni szeretnék neked valamit. Itt van ez az autó. Arrébb fogom hokedlizni, anélkül, hogy hozzá kelljen érnem. Azt meg hogy csinálod? Itt ez a mágnes, ami vonza a vasat. A kis autó pedig vasból van. Így anélkül is mozog, hogy hozzányúlnék. Jó, igaz? Ú, ez tényleg nagyon szuper kísérlet. Hadd hokedlizzek én is. Tessék, próbáld ki. Az egyik osztálytársam Benny mutatta. Van ötletetek, hogy a három különböző lehetőség közül melyik lehet a helyes megoldás? Mit jelenthet valójában a hokedli szó? Talán a nehéz tánclépés lenne a hokedli? Esetleg egy támla nélküli szék lenne, amire a többiek segítségével felálltam? Vagy az érdekes kísérlet lenne a hokedlizés? Aki a nagymamájánál esetleg már hallotta ezt a szót, ő könnyen kitalálhat, hogy a hokedli nem más, mint egy támla nélküli szék, amit általában a konyhában használnak. Meg persze, ha sürgősen kell valami, ami elég magas ahhoz, hogy arra felállva elérhessük a polc legtetejét. Ugye ti is kitaláltátok, hogy mit jelent valójában a hokedli szavunk?